Üdvözletem mindenkinek, megvakartam a fejem, úgyhogy most nézzétek el, hogy piros foltos vagyok. Elérkeztünk egy újabb játékhoz, méghozzá az Octodad-hez. Kértelek benneteket, hogy ajánljatok nekem játékokat, én néztem, olvasgattam, és Instán is írtatok, és az egyik az az Octodad volt, hogy nem egy mostani játék, egy 2016-os játékról van szó, és biztos, hogy sokan ismeritek, de én még nem hallottam róla, és megnéztem Steamen, és elég jó fejnek tűnt, meg érdekesnek, úgyhogy úgy voltam vele, hogy kipróbálom. De még mielőtt elkezdenénk a játékot, szeretném nektek megemlíteni, hogy már csak pár napig lehet szavazni a Glamour szavazásnál, amiben én is szerepelek, úgyhogy ha szeretnétek, akkor mindenféleképpen szavazatok rám, leteszem a leírásban majd a linket, ott tudtok szavazni, mindenkire kell szavazni, de ez pár másodpercig tart amúgy, és nagyon-nagyon megköszönném, hogyha szavaznátok rám, mert majd kiderül akkor utána a Glamour gálán, hogy nyertem-e, vagy nem nyertem, de nyilván az se baj, hogyha nem nyertem, de gondoltam, megemlítem nektek így gyors a videó elején, hogy még lehet szavazni, úgyhogy ha szeretnétek, akkor még szavazatok, és minden nap lehet újra-újra szavazni, ezt még hozzá szeretném tenni. Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor kezdjük a játékot! Jó! Elvileg van magyar felirat is, meg minden, fú, de hangos. Szóval itt a hölgyünk. He's just running late. Biztos, he's always late. Mindig késik. Aha. Jaj, de rossz lehet. Amúgy hol a pap? Meg ezek. Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed. Make yourself presentable. She's waiting for you. Nem az, hogy úristen, te egy polip vagy. Nem vagy felöltözve. Tényleg egy poliphoz ment a csaj. Octodad, hát végül is igen. Várjál, úristen, egy kicsit takaríts le az asztalt. Az egészet mozgathatod. Octopu, takaríts le az asztalt. Hát jó van. Mi az a csumis üveg amúgy? Jól van, takarítsuk le az asztalt. Ez az? Vagy ez nem is asztal volt? Ja, tutoriál, szedd le a párnákat. Ez nem kell nekünk. Mi ez a játék? Ki? Oj, oj, oj. Ja, hogy ezt a szekrényt kell kinyitni, várjál. Egy pillanat. Mindjárt. Ember nem tudom feljebb vinni. Ah, úristen, megvan. Szívem, várj egy kicsit, éppen mindjárt megyek. Ez az, sikerült. Oh, nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz, basszus. Pillanat, szívem. Oh, király. Jaj, megfogtam egy párnát. Erezd el. Hát... Ezt nem így gondoltam. Hagyd el a szobát. Ez én szoktam lenni fogmosás után. Nem mondod, hogy mindent egy... Úristen, srácok, hát én soha nem fogok innen kijutni. Úristen, sikerült kimennem, vagy... Menj már innen. Nem, ezt lerakom. Jó, ez biztos tetszene majd a drágámnak. Viszem már a virágot. Jó, jó. Megyek. Na, ezt vigyük. Oké, minden rendben. Jaj, elnézést! Remélem nem egy öreg asszony alól vettem ki. Arra menj. Oké, semmi gáz. Minden rendben. Próbálok úgy menni, hogy... Ne okozzak nagy felfordulást. Mi ez a piros gomb? Oh my god! Menj már, hát ilyen diszkó van itt! Asszony, ezt szeretni fogod? Jó van. Vedd fel a smokingod. Ja, hogy ez a feladat? Várjatok. Gyorsan akkor vissza kell mennünk, mert itt nincs smoking. Hol van itt smoking? Hol
hol van itt smoking? Menj már innen! I'm stuck! Beakadtam. Ki csinálta ezt a rendetlenséget? Hát akkor itt kell lennie valahol, nem? Ja nem, hát a dressing room, hát basszus Polla! Hát hülye vagy, hát megvan, jól van drágám, nyugi, a torta még egybe van. Oké. Ah! Yes! Ott van a smoking! Oh, look at this fancy boy! Majd rázza! Oké. Minek ennyi kulcs? Megyek már. El se hiszem, hogy a torta épségbe maradt. Jó, menjünk még miért. Na. Elnézést. Jó nap volt, egy pillanat és jövök. Ah, jó van. Ott van a nakkendő. Jó van, megvan. Yes! Jó van, meg kell szereznünk a nyakkendőt. A szívem már vár. Csak iszok egy pillanat. Köszönöm, hogy eldobd azt. Ajaj. Kifogtam a legnagyobb ajándékot. Yeah! De amúgy oda mehettem volna és leszedhettem volna. Hogy kell felvenni a nyakkendőt? Ott a tükör. Biztos a tükörnél. Jó-jó. Ah, jól van. Zseniális. Na, már csak ezen kell átvergődni magam. Halljátok, amúgy tuti, hogy itt az anyós após találta ki ezt a tervet, hogy itt ilyen nehezen tudok oda menni az oltárhoz. Szóval, hogyha ide jutok, ha az oltárhoz jutok polip létemre, akkor ez igaz szerelem. Oké. Okay. Jól van, Mát, föl vagyok öltözve. Úristen, már... Ha! Oh! Nézzétek, milyen zseniálisan fölvettem. I didn't think he was ever gonna show up. I heard his bachelor party was crazy. Mit plegykáltok rólam? Ja, nem hittem, hogy ennyire nagy party ez. Az emberek figyelnek rád, hogyha rendetlen kezd gyanúsá válhatós, és a gyanús, hogy lebuksz és elkapnak. Mert miért nem tűnik, hogy én gyanús, csak egy rohadt polip vagyok kalappal a fejemben. Jeez, how much hairspray did he use? Nagyon óvatosan kell menni. How did Scarlet make it down the aisle without slipping? In those heels? Abban a magas sarkóban. Mit ilyen magasan? Jól van? Szívem, itt vagyok! Bocsi! Where's the best man? She looks so beautiful in that dress. Itt vagyok, kicsim. Szerezd vissza a gyűrűt. Ki? Ellopta valaki a gyűrűt? Ott van! Do you need any help over there? Jó lesz a fánk is, kicsim. Hát már ide azt a gyűrű. Jeez. Jövök már, szívem. Ne aggódj, itt a gyűrű, kicsim. You look so handsome. Jaj, hát köszönöm. Tessék, szívem. Oh, el se hiszem, hogy ez ilyen kemény vízi esküvő volt, basszus, de sikerült. Yeah! Senkinek se tűnik fel amúgy, hogy polip vagyok, nem? Dehogy is. Hát ilyen beteget. Ezt,
ez nagyon tetszik ez a játék, ez még nem tudom, hogy nem találtam, de kösz, hogy ajánlottátok, ez jó, jöhetnek még ilyen beteg játékok. Octodad. Megmutatjuk a világnak, hogy egy polipi stúdió apa lenni. Na nézzük. Jó kis másnap. Micsoda öltönykém van. Menj a konyhába. Várjál már. Hol ez az ébresztő? Először is leállítjuk ezt a rohadt ébresztőt. Shut up! Na végre. 2 óra? Így elaludtam. Hey, look. Dad's up. Jó reggelt! Jó reggelt, szívem. Hát hogy ne, kicsim? Egyértelmű. Amúgy, srácok, beszédem van anyátokkal. Mert egy kicsit sem hasonlítotok rám. Csak mondom. Elnézést. Szia, kicsim, jó reggelt. Mit bűzölög az a tányér? Honey, did you read my latest article? I got an interview with the mayor and I tore him apart. De jó, kicsim, nagyon büszke vagyok rád. Csinálok egy kis kávét. Hogy kell kávét csinálni? Salty Hearts novel anywhere? Jó. Oh, hush you. Egy serpenyőt kérsz, drágám? Várjál. So, I was stargazing last night while you were off in your man cave, and I snapped a picture of some strange lights. It's probably just a satellite or a lens flare, but, you know, what if it wasn't? Oh, basszus. My typewriter is out of ink. We've got more somewhere, right? Jó, kicsi, most ne haragudj, nem tudok figyelni, épp kávét próbálok készíteni, és tudod, elég kómás vagyok reggelente. Nagyon kell koncentrálnom. Your mustache is getting long again. Might need a trim soon. Basztus! Menj már innen, te rohadt szék! Engedj már el azt a szék! Ó, ne haragudj szépen! És meg is mérték! Oké! Oké! Just a reminder, I'm working on a little side project, dear. I'm going to expose corruption in the fishing industry. And I know. Se hiszem, hogy ennyire sokáig. Ne dumálj már, asszony. That never stopped me before. Hogy érted, amit mondok? Vigyél tejet Stacynek. Ah, jó, jó. Ez biztos itt van valahol. Megyek, hiszem. Stacy. Dad, are we gonna build a tree castle this summer? Igen, kicsi, természetesen. Neked bármit, herceg, nem? Figyelj, szívem. Hoztam neked tejet. Vagy nem tudom mi ez, de nézd, itt van. Bocsáss meg, kicsim. Épp magyaráztam! Nagyszerű. Na várjatok, mint jó férj, visszaviszem a tejet. Megyek már! Viszem a tejet. Igaz, jó? Nem tudom, hogy hogy lehet ennyi benne. Jövök már, gyerekek, csak kicsit. Tegnap sokat ittam. Tudjátok, apátoknak stresszes a munkája is. Várjál, szívem! Várjál! Visszarakom a tejet! Úgy jó lesz! Visszaraktam. Ó, köszönöm, életem, szerelme! Várjál, szívem, mindjárt! Pillanat, kicsim, csak... A tányért berakom a mosogatóba. Rohadt fánk. Tagyjak, legyetek már innen. Jól van.
Oh, köszi szívem! Vigyál egy kis kávét, jó? Ah, ez isteni volt életembe, is rakom a mosogatóba. Én elintézek mindent. Le kell nyírni a füvet? Gyomlálni kell? Jó. My camera's getting a bit old, honey. Any chance you know where to find an M1 modified for motor drives? Készíts hamburgert. Hamburgert. Kicsi, nos, ne dumálj, éppen le kell nyírnom a füvet. You should have seen this spiral light through the other day. It was like 50 feet or like... Büszke vagyok rád. Hű, mi ez a sok labda, gyerekek? Basszus. Hát, megmondtam, hogy el kéne pakolni rendesen a cuccokat. I think some of my army men are still buried there. Rest their souls. Mi van hova temetve? Of course I had to. Do you want their bodies lying all over the house? De miért nem tudom megfogni a fűnyírót? De meg se tudom fogni. Miért van ennyi labdánk? Te beteges gyűjtögető fiam, hát mit csinálsz? Ugye én is ezt mondom? Viszont mindegyik más, ugyanolyanok, dekatlanos az összes. Úristen, megvan a fűnyíró, el se hiszem. Engedd már, hogy kivehessem a... No, they're not. They're not like that. Oh, yeah. Hajaj, az asszony, hogy megöl, ha a virágokat lenyírom. Jó, oké, ez megvolt, akkor már csak itt ez. Engedd már, hogy... ez az. Jaj, hogy mennyit tud beszélni ez a gyerek, hát? Fog már be. Hát hogy ne, kicsim? Csak... kérlek, maradj meccsemben, mert tudod, milyen nehéz oktopuszként füvet nyírni, szóval, hogy te nem vagy polip, és majd beszélnem kell anyáltal emiatt, mert egy kicsit se hasonlítasz rám. Milyen séf bácsit? Nekem nem mond itt semmi séfet, remélem nem sushi séf. Nem, ezt nem tetszene. Gyerünk már! Na végre! Halljátok, egyre jobb vagyok. Fiam! Ez a mennyiségű labdát tessék elrakni. Engedd már el azt a... Na, mit kell csinálni? Grillezz és készíts hamburgert. Jó. Ojaj. Szia szívem. Nagyon csinos vagy ma. Olala, mögé táncoltam ám. Szépen. Hello. Kezdem megérteni, hogy miért ment hozzá egy poliphoz. Na jó van, ez sül. Jaj. Jaj, bocsánat. Jó, egy kész. Jön még egy. Na basszus, várjátok. Jól van, kicsikéim, mindjárt kész lesz. Jó, akkor ezt addig vigyük el asztalhoz. Szia szívem. Nem kéred? Tessék? Nyugi! Jól van. Jó van, kicsim, nyugi. Minden rendben. Minden rendben. Jó? Ó, hogy oda dobtam, mesteri vagyok. Jó van, gyerekek. Kész a hamburger.
Edjétek már el! Na végre! These look delicious. Nagyon szívesen, kicsikém. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Ide figyelj, te kis gyerek. Hogy is volt ez a sok labda? Jó van, szívesen gyerekek, jó étvágyat, egyetek. Gyomláld ki a kertet? Hát de már... Mit gyomláljak? Ez mi? Ez pillangó. Jó, hogy azt a kertet. Jó. Oh, my flowers. Ne haragudj, szívem. Kiszedem a gyomokat. Bocsi! Bocsi! A virágot szeretném kivenni. Jó van, asszony, ne figyelj már így. Fú, basszus, oda is be kell mennem. Tűzifát kell felvágnom? Hogy az anyámba vágjak föl tűzifát? Vágj kis tűzifát. Megyek már. No problem. Jó van. Dad, when you chop trees, do they feel pain? Nem kicsim, csak akkor, hogyha a fa az apád. Jól van. Oké. Hol a... itt a balta. Jól van, gyerekek. Apa megoldja. Figyeljetek. Kész. Fel. Így. Gyerünk! Ez az. Érzem. Egy! Föl! Hol a balta? Oké. Figyelj! Oda megyünk, gyorsan felvágjuk. Így! Mondom, felvágjuk! Nem igaz, hogy ez nem gyanús nekik. Nem hiszem, hogy nem tudom felvágni. Na végre! Fú, nem gondoltam, hogy ez ilyen... Oh no! I hope there weren't any eggs in there! Megyek, megnézem, kicsikém! Ne aggódj! I've got you now! Mi? Hülye vagy! You will be cruel. Second norm. Honey, what's going on over there? Semmi. Nem igaz, hogy nem látsz onnan. Anyway, I have a surprise for the whole family. A free trip to the aquarium. Én nem megyek, kösz, srácok. I know you think aquariums are festering prisons of iniquity, but I've got to write an article for the paper. Can't you make an exception this time? Nem. For me? Nem. Groceries. We need to go to the grocery store. We need things like cereal for the kids. Engem nem verszállt, ott van 4 doboz bent a konyhába. We have cereal. We need so much cereal. Then it's settled. We're all going to the grocery store. Hát nem a eszünkről vagyunk híresek, pedig elméletileg nem hülyék a polipok. Soda and chocolate milk. And I want an apple. De na, nekem hiszem, hogy egy kicsit sok. Mármint, hogy most össze kell szednem a gondolataim, mert túl sok minden történt egyszer, és... Szóval a szomszédunk egy őrült séf, akiről Tony, azt hiszem a gyerekünk, beszélt. És az őrült séf tudja a titkunkat, hogy polipok vagyunk, és amúgy mindenki hülye ebbe a játékba, úgy tűnik, mert senkinek sem tűnik fel, hogy egy rohadt öltönyös polipok vagyunk, mindegy. De a séf azt tudja, a gyerekek
elvileg nem tudják. Nos, több kérdés is felmerült, hogy hát a gyerekek azok kitől vannak, mert hogy mégis engem apáznak. Úgyhogy lehet, hogy a mi gyerekeink, csak kicsit furcsa, hogy hát nincs nagyon hasonlóság, tudjátok. Szóval lehet, hogy megcsalt az asszony, sőt, biztos, hogy félrecsalt az asszony. Mindegy, na de hogy az a kérdés itt, hogy vajon az asszony tudja, hogy polipok vagyunk? Mert eléggé fura volt nekem ott, de hát ha nem tudja, az akkor instant hülye. Mert hogy nem tudná, hát együtt van velem. Hát összeházasodott egy rohadt polippal, és gyereket nemzett neki, hát... Egy csomó esemény kialakulhat ebből a történetből, amiből rájössz, hogy a férjem egy polip. Nagyon tetszik a játék és maga a története. Én azt mondom nektek, hogy innen fogom folytatni. Ha tetszett, akkor mindenképpen egy like-kal jelezzétek nekem, hogy tudjam. Szóval egy visszajelzést nagyon örülnék, hogyha nyomnátok rá, hogy megnézem, hogy tetszik. Ha tetszik, hanem én azért végigvinném ezt a játékot, ha már elkezdtem. Mert szerintem nagyon kis aranyos, meg szerethető, meg vicces. Úgyhogy tetszik. Nem tudom, mennyire élvezitek, hogy jó, nem olvasom föl, hogy mit mondanak, mert ugye ott van magyar felirata, de nagyon sok mindenre kell ugye figyelnem, úgyhogy azért nem egyszerű. És az irányítás még szoknom kell, de nagyon remélem, hogy kedvelitek, és eddig szimpatikus. Ha meg ismeritek, akkor biztos, hogy kedvelitek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Mindenképpen ajánljatok még nekem játékokat, mert most az a terv, hogy egyre többet ki akarok próbálni az alapjáték sorozatok mellett. Köszönöm szépen, ez volt az Octodad, és akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!